Sziasztok, ez itt újra a Szépség Napló, a Rosszmann YouTube csatornáján, és ma a hámlasztásról fogok beszélgetni Pelion Szilvia bőrgyógyásszal. Hello world, wake me up to another good morning time to go. Szia Szilvi, a mai témánk az a hámlasztás. Mesélj el mindent a hámlasztásról, kérlek, ami nyilván belefér ebbe az időbe, de kezd azzal, hogy mi az, amire jó a hámlasztás, hogy mit csinál, amiért ennyire szeretjük, és amiért ennyire népszerű, és mi az, amiért viszont veszélyes is lehet. Jó. A hámlasztás valóban egy népszerű kozmetikai, illetve orvosesztétikai eljárás. Gyakorlatilag a bőr felső rétegét képes megújítani. Több szinten tudunk hámlasztani, tehát van az egészen felszínes, illetve a felszínes hámlasztás, a középmély, illetve a mély hámlasztás. A felszínes hámlasztást kozmetikusok is végezhetik különböző szépségszalonokban. És mi otthon? Erős savakkal semmiképpen sem, erre ki fogok térni. Jó. A középmély, illetve a mély hámlasztás az gyakorlatilag az ebben jártas orvos végezheti csak, ugyanis ez felépülési idővel jár, és sok szövődmény is ki tud alakulni, hogyha nem megfelelően képzett szakember végzi ezt a hámlasztást. Az egész hámlasztásnak az a lényege, hogy vagy a bőrnek a legfelső rétegét, tehát a hámot gyakorlatilag eltávolítjuk, vagy a mélyebb hámlasztásoknál ott az irhának, tehát a kötőszöveti rétegbe is el tudunk jutni, ott már van egy kollagén stimuláció is. Amire jó a hámlasztás, hogy ezt a fakó, téli, megfáradt arcbőrt nagyon szépen fel tudja újítani, tehát olyan ragyogó lesz, hiszen ugye újraépülnek a sejtek, illetve hogyha vannak különböző bőrhibák, akkor ezeket szépen tudja orvosolni. Milyen bőrhibák gondolok. Ugye, hogyha valaki szoláriumba járt, vagy pedig napozik, tehát napfénykárosodott bőre van. Jár még valaki járnak, szoláriumba. Sajnos járnak szoláriumba még, illetve azért hittem, sokan... Azt hittem, ez már csak egy legenda. Nem, sajnos. Sokan napoznak is, és ugye a napozás hatására egy bizonyos idő után, meg ha valaki túlzásba viszi, akkor megjelennek a pigmentfoltok, megjelennek a különböző felszínes kis erecskék, tágabbak lesznek a pórusok, tehát ugye ennek a felújítására, ezeknek a bőrhibáknak a kijavítására kiváló a hámlasztás. Azon kívül, hogyha valakinek problémás a bőre, tehát mondjuk akár aknéja van, tehát pattanásos bőrtünetei vannak, akkor a fagyú oldásával szintén tud segíteni a probléma orvosolásában, illetve hogyha felszínesebb hegei vannak, abban is jó tud lenni a hámlasztás. Halványítja ezeket a hegeket? Igen, tehát halványítja a hegeket egy picit, illetve hogyha mélyebbre megyünk, és elérjük már a kötőszöveti réteget, akkor ott gyakorlatilag stimuláljuk a kollagén, illetve elasztikus rostokat, és ezáltal újra fog épülni valamennyire a kötőszöveti réteg is, illetve ezek a rostok elkezdenek újra termelődni, és az ugye elkezdi feltölteni ezeket a hegeket. Ez egy hámlasztástól nem várható el, tehát nyilván többször kell elvégezni ilyenkor a hámlasztást, tehát hogy viszonylag sok mindenben tudunk segíteni a hámlasztással. Hogyha a mélységeket nézzük, akkor különböző savak állnak a rendelkezésünkre. Ugye három típusú sav van, vannak az alfa-hidroxisavak, ez az AHA, a gyümölcssavak, a glikolsav, ugye a fő molekulánk, ezt mindenki ismeri. De ugye ezekkel mi is találkozhatunk, tehát hogyha mondjuk az AHA-t mondod, vagy akár a BHA-t, vannak olyan termékek, amikben ez benne van. Így van. Ugye itt nagyon sokat számít a koncentráció. Tehát ez a lényeg. Tehát amikor például mi glikolsavval hámlasztunk, akkor 20%-os savval kezdünk, és egészen 70%-os savig fel tudunk menni. Na most a glikolsavat, hogyha megnézzük egy OTC termékben például, vagy akár az orvosi termékekben is, akkor 5-10-15%-os lehet a koncentrációja, tehát eleve már alacsonyabb annál a koncentrációnál, amivel egyáltalán elkezdünk hámlasztani. Mi az a koncentráció, amivel ne próbálkozzunk otthon, amivel otthon bajt tudunk csinálni? Tehát olyan koncentráció termék kint azért nem kapható, amivel óriási bajt lehetne csinálni, tehát azt értem, hogy mondjuk leégeti valaki teljesen a bőrét vele, vagy olyan sérülést tud okozni, mert hogy ezeket nem adják ki a drogériákba, illetve a gyógyszertárakba. Tehát otthoni termékkel nem tudok túlhámlasztani? De igen, hogyha a rendszeresség, illetve a nem megfelelő bőrtípus kezdi el használni ezeket a glikolsavas vagy szalicilsavas termékeket. Tehát, hogyha valakinek van egy érzékeny, rozáciás, intoleráns bőre, és ő mégis szeretne hámlasztani, és megvesz egy 10-15%-os glikolsavas terméket, akkor azzal problémát tud csinálni. Megsérti a bőrét, sebes lehet a bőre, tehát hogy nem jó a bőrének. Ha van valaki egy zsíros,
méteszeres, olajos, tágporusú, pattanásos egyén, aki vesz mondjuk egy 5-10%-os glikolsavas készítményt, akkor ő valószínűleg fogja tudni használni ezeket a készítményeket. De mindig el szoktuk mondani a pacienseinknek, akik eljönnek egy tanácsadásra, hogy nagyon fontos az egyénre leszabott bőrtisztítás, bőrápolás terápia. Tehát, hogyha valaki vesz egy savas terméket, egyáltalán nem biztos, hogy tolerálja a bőre. Ne egyből hazamenjen és fölkenje magára, hanem egy pici részen próbálja ki gyakorlatilag, hogyha ott nem okoz neki irritációt, bőrvörösséget, viszketést, akkor utána megpróbálhatja használni az arcára. Egy zsíros bőr lehet, hogy heti kétszer, háromszor, négyszer is tudja használni ezeket a termékeket. Egy nagyon érzékeny bőr lehet, hogy két hetente egyszer tudja használni, és nem is cél az, hogy gyakrabban használja ezeket a termékeket. De akkor még akár az ilyen kis százalékú termékeknél is érdemes beszélni egy szakemberrel. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy figyelj, te ilyen bőrtípus vagy, mert ezt lehet, hogy az ember tökéletesen nem tudja magának megállapítani, neked ez nagyon magas százalék, vagy ezt csak két hetente használd, vagy te ezt használhatod heti kétszer-háromszor. Én azt gondolom, hogy igen. Megmondani. Tehát egy 10%-os glikolsavas termék, akinek nincs úgymond előedzve a bőre, túl sok lehet, tehát egyszerűen száríthatja, irritálhatja. A másik fontos dolog, amit a hámlasztásnál mindig el szoktunk mondani, hogy tehát ugye egyrészt megújítjuk a bőrt, és ennek nagyon-nagyon örülünk. De a bőrnek a hámrétege az úgy néz ki, mintha lennének a hámsejtek, így egymás mellett állnak szépen, mint a tégla, és ez gyakorlatilag a közötte lévő hézagokat kitörtik a lipidek, tehát egy ilyen kötőanyag, ami egy ilyen nagyon masszív réteget képez, ugye ez a bőrnek gyakorlatilag a lipid köppenye, ami a barrier funkciónak az egyik bázisa. Ami tehát megvédi, ugye? Így van, tehát ami megvédi attól, hogy elmenjen a számomra hasznos, illetve a külső környezeti tényezők károsítsák a bőrünket. Na most, hogyha ezt a lipidréteget így szépen lassan kioldjuk, már pedig a glikolsav például ezeket a kötéseket fogja lazítani. Igaz, hogy beljebb tud menni bizonyos hatóanyag, ugye ami miatt szeretjük a hámlasztást, de ezzel hosszú távon teljesen tönkrevághatjuk a bőrnek a barrier funkcióját, hogyha nem hidratálunk megfelelően. Tehát a megfelelő hidratálás és utóápolás az otthoni hámlasztásnál, illetve a rendelőkben történő hámlasztásnál is rendkívül fontos, különben teljesen kiszáríthatjuk a bőrünket. Én nagyon szeretem az ijeszgetést, úgyhogy Léci, mondd el, hogy egyébként milyen következményei lehetnek annak, hogyha tényleg az ember csak így hámlaszt, mert egyszerűen függőjévé válik, én nem egy ilyet hallottam, hogy hosszú távon mi történhet, tehát kiszárad a bőr, de hogy milyen következményei lehetnek? Ugye, tehát kiszárad a bőr, vörös lehet, irritált lehet, ekcéma alakulhat ki rajta, egy ilyen irritatív bőrgyulladás. Hogyha megsérül egy bőr, akkor utána gyakorlatilag megváltozik a bőrnek a mikrobiomja, vagyis a mikroflórája, tehát oda telepedhetnek olyan baktériumok, amik nem odavalók, tehát sokkal hajlamosabb lesz a fertőzésre. Ezek ugye ott az otthoni hámlasztásnál alakulhatnak ki. Na most, hogyha valaki nem tartja be az orvosi utasításokat mondjuk egy középmély hámlasztás után, amit ugye nem is a glikolsavval, hanem a trikolecetsavval szoktunk általában, illetve ennek tehát a savak kombinációval szoktunk végezni, akkor egész komoly szövődmények lehetnek. Egyrészt, hogyha nincs megfelelő fényvédelem, akkor egy komoly pigmentáció alakulhat ki, azon kívül felülfertőződhet a bőr, tehát fertőzés, azon kívül hegesedhet a bőr, mert ugye ott már elérünk egy olyan mélyebb réteget. Ez nem az otthoni hámlasztásra jellemző, hanem a rendelői hámlasztásra. Tehát egy középmély hámlasztásnál ott gyakorlatilag egy egyhetes felépülési időre fel kell készülni. Addig gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy fény ne nagyon érje a egy-két napig a hámlasztás után az illetőnek az arcát, az 50 faktoros fényvédelem két óránként felkelve, tehát nem reggel fölkelem, aztán majd jó lesz egész napra, az nagyon-nagyon fontos, és gyakorlatilag egy mély hámlasztás után naponta akár 5-ször, 10-szer, 15-ször is be kell kenni a kiajánlott krémekkel az arcot, hogy vissza tudjuk hidratálni. Tehát nem ötletszerűen, amit találok otthon. Nem. Tehát, hogy általában, hogyha valakit hámlasztunk, akkor előtte szokott kapni egy komplett csomagot, amiben fényvédő, illetve különböző hatóanyag tartalmú, akár fehér érítő anyagokat is tartalmazó, depigmentáló anyagokat tartalmazó krémek vannak. Ez a fajta hámlasztás, amit nyilván csak szakember végezhet, ez tényleg akkora varázslat? Mert nagyon sok helyen lehet olvasni ilyen különböző amerikai blogokban például, hogy a szupersztároknak ez egy nagyon rendszeres rutinjuk, ez a közép vagy a mély hámlasztás, és például Jennifer Lopez, vagy nem tudom, Kendall Jenner, akinek nagyon problémás volt a bőr, és gyakorlatilag most olyan, mint az én másfél éves kisfiamnak a popsia, az például ezzel érték el. Tehát, hogy ez egy ilyen hollywoodi rutin.
Hát, hogy egy teljes pattanásmentességet ezzel elérnek-e, vagy nem, ugye azt nem tudjuk igazából, hogy esetleg még máshol is kezelték-e, vagy nem, de valóban egy ragyogó bőrt tud a hámlasztás eredményezni. Nyilván nem kell ezt sem túlzásba vinni, tehát megvan ennek a rendszere, meg az időszaka, hogy mikor szeretjük ezeket a hámlasztásokat végezni, de ezt szokták is mondani, ezt a red carpet peelinget, hogyha valaki nagyon jól akar kinézni valamilyen esemény előtt, akkor gyakorlatilag ilyen könnyebb savakkal, vagy ahasavakkal, gikosavval, hogyha végzünk egy hámlasztást, akkor nagyon szépen megújítja, hiszen a szaru réteget gyakorlatilag, ugye, ami az elhalt, megfáradt hámsejtek, azt leszedi, és akkor a új sejtek fognak épülni, és megépül a bőr. És nyilván az otthoni krémek is jobban működnek ettől, mert hogy jobban felszívódnak. Tehát, hogyha mondjuk valaki, és most kifejezetten csak az otthoni rutinra gondolok, használja azokat a termékeket, amiket lehet, és amiket biztonsággal használhat is otthon, akkor azért azzal segíti azt, hogy az arckrémei jobban működjenek, hogy ha mondjuk feltesz egy pakolást, akkor az is látványosabb legyen, az is jobban működjön. Így van, mert a hatóanyag mélyebbre tud menni, hiszen mondom, tehát az előnye, hogy meglazítja ezeket a kötéseket, és mélyebbre be tud hatolni gyakorlatilag a hatóanyag, de azért kell pontosan hidratálni, hogy visszazsírozzuk, visszaadjuk a bőrnek a vízveszteségét is. Ami még nagyon fontos, és a hámlasztásoknál ki szoktuk hangsúlyozni, hogy a savak egy része fényérzékenyíti a bőrt. Tehát a glikolsav is különböző gyümölcssavak, hogyha napéri, akkor utána pigmentáció alakulhat ki. Tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ezeket nem a nagyon meleg nyári, nagyon napos hónapokban kell használni. Tehát a hámlasztás igazából az őszi-téli hónapoknak a mondjuk egy ilyen októbertől februárig, márciusig? Hát ilyen októbertől, igen, márciusig lehet hámlasztani. Ami az otthon használható termékeken megtalálható, vagy amibe belefuthatunk, az az AHA, a BHA. Igen. Amiről még nem beszéltünk. Igen. Azt elmondod, hogy mi? AHA-t azt elsősorban azoknak ajánljuk, akik anti-aging szempontjából, illetve a bőr minőségét szeretnék javítani. Uh-huh. Tehát a felszínes kisebb ráncaikat szeretnék csökkenteni, bőrhibáik vannak, foltjaik vannak, napfénykárosodott bőrük van, tehát az inkább egy anti-aging hámlasztás. A BHA pedig, akiknek problémás a bőrük, zsíros bőrük van, komedós, miteszeres, tápporosú, pattanásos bőrük van, tehát inkább nekik szoktuk javasolni. Most a kezemben van egy olyan mélytisztító maszk, amiben grapefruit hozzávaló, AHA, BHA is van. Igen. Ugye ebben van már egy kis nyugtató a grapefruitnak, tehát egy kis gyulladás csökkentőt is ugye bele szoktak tenni. Ez gyakorlatilag inkább a tágporusú, picit zsírosabb bőrűeknek ajánlott ez a... Mert akkor azért ez szárít. Persze, szárít, tehát ezek általában szárítanak. Tehát itt is ugye nagyon fontos, hogy tisztítok, radírozok, hidratálok, ápolok. Én is szeretek mély tisztítót használni, de akkor ezt például én tegyem vissza a polcra, és válasszak ehelyett egy másikat. Igen, ami egy érzékenyebb bőre való. És például ez a radír, hogy mit nézzek, vagy honnan tudom megállapítani azt, hogy ez például az én bőrtípusomnak jó-e? Mit keressek? Hát ugye itt a százalékot érdemes megnézni, hogy hány százalékos a hatóanyag, ami benne van, tehát akár a BHA, vagy pedig a szalicilsav. Tehát, hogy akinek nincsen például problémája a bőrével, nem zsíros a bőre, illetve nem pattanásos, ott nem kell feltétlenül, hogy például szalicilsav legyen benne. Tehát akkor inkább olyat válaszunk, amiben glikolsav van, tehát hogy AHA-t tartalmaz. Illetve az érzékeny bőrűek tudnak olyat választani, ezt kevésbé szokták tudni, amiben polihidroxisavak vannak, mint például a laktobion sav. Ezt kifejezetten ilyen érzékeny rozáciás bőrűek is tudják használni, mert nagyon jól hidratálnak ezek a savak, és sokkal kevésbé irritálóak, mint az alfa vagy a béta hidroxi savak. Tehát, hogy ezekre oda kell figyelni, illetve keresni kell a termék összetevőkben, hogy tartalmazzák-e. Szévi, akkor azért mindenképpen mondhatjuk, ugye most eljött már az ősz, ez most tökéletes időszak a hámlasztásra, akár profi hámlasztásról beszélünk, akár az otthoniról, de mind a kettőre azért az bátran mondhatjuk, hogy érdemes egy szakemberrel konzultálni. Én igen, azt gondolom, hogy ha el akarjuk azt kerülni, hogy valamilyen szövődményt generálunk otthon, vagy nem a bőrünknek megfelelő termékeket használjuk, mindenképpen érdemes egy szakemberrel konzultálni erről. Mi pedig folytatjuk a beszélgetést, ugye ebben az évadban megszokhattátok, hogy minden egyes YouTube videóhoz tartozik egy podcast is. Szilvivel arról fogunk beszélgetni, hogy télre hogyan készítsük fel a bőrünket. Egyébként itt is fogjuk érinteni majd a hámlasztást, ami klasszikusan egy téli rituália, ahogy te is mondtad, úgyhogy tartsatok velünk, belinkeltük.
felhívnám arra a figyelmet, ami azt gondolom, hogy ilyen szempontból a bőr öregedésénél is sokkal fontosabb, hogy azért az egyre fiatalabb korosztályt is érintik a bőrdaganatok. Tehát, hogyha már ott tartunk, hogy vége a nyári napozásnak, akkor ne csak arra figyeljünk oda, hogy most van-e pigmentfoltunk, meg eresebb lett a bőrünk, meg picit fakobbak és dehidratáltabbak vagyunk, és ezért teszünk, tehát, hogy legyünk szebbek, de mondjuk az anyaegyeinket nem szűretjük meg. Living free, and I was meant to be free, meant to be free.